A hajléktalan szálon tartózkodókat is meglepte a rendkívüli hideg időjárás. Jelenleg 90%-osan működik az intézmény a férőhelyek tekintetében. Van, aki tartósan itt tölti napjait, és van, aki egy éjszaka után továbbáll. Szerencsére fagyás okozta sérülés vagy haláleset nem történt a városban. Milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni? Hát a nappali melegedő szolgáltatást ugye az éjszakai menedéken, ahol este 6-tól reggel 6-ig tartózkodhatnak, illetve naponta egyszer egy tál meleg ételt kaphatnak. Hetente kétszer az élelmiszerbankon keresztül kapunk élelmiszeradományt. Ez nagyobb mennyiségű élelmiszert jelent, amiket egész héten szét tudunk osztani az ellátottak között. Illetve az utcai segítők hetente 3-szor járnak ki, ők körbenéznek a városba, gépkocsival jönnek, meleg teát és plédet osztanak ki az ellátottaknak, pluszban még. A téli krízis időszakban április 30-áig plusz 10 férőhelyet biztosítanak a szállón. Átlagosan 30-an veszik igénybe a nappali melegedőt, 18-an pedig az éjszakákat is itt töltik. A hajléktalan szállón mindig jól jön egy-egy meleg pléd, de most igazán nagy szükség lenne egy mosógépre és egy centrifugára.